Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Híros Históriák című magazinműsorunk márciusi adását látják. A nemzeti ünnep alkalmából egy különleges összeállítással készültünk. Ennek keretében megismerhetik a Nyéri erdőben álló Szujovszky László erdész által létrehozott 1848-as történeti gyűjteményt. Betekintést nyerhetnek a Kecskeméti Katona József Múzeum Kecskemét 650 című kiállításába, ahol szakértő segítségével ismerhetik meg a soha fel nem épült Rákóczi víztorony történetét. Folytatjuk megkezdett sorozatunkat, amelyben a városi záportározók története mellett a Nagykörösi utcán feltárt törökkori kutak rejtelmeibe is beavatjuk Önöket. Tartsanak velünk! A Nyíri erdőben található az az emblematikus gyűjtemény, amely ma már országosan is elismert 1848-as a forradalom és szabadságharchoz kötődő relikviákat foglal magába. A Szujovszky László erdész által létrehozott ékszerdoboz egész évben várja látogatóit. 30 éve, hogy 1989. március 15-én a Nyíri erdőben rendezték meg az első szabad városi március 15-ét. A mára hagyománnyá vált rendezvény helyszínének kialakítása Szujovszky László erdész munkásságának köszönhető, aki emellett létrehozta azt a történeti gyűjteményt, amelyet mélységeiben talán kevesen ismerünk. Szujovszky László volt férjem, néhai férjem, 1944-ben született Lajos Muzsin. Szegeden végezte az erdészeti technikumban az iskoláját. Utána jött a katonaság, mint szokott lenni, és még volt egy-két helyen gyakornokként Gödöllőn, amire így vissza tudok emlékezni, és 69-be került ide a Nyíri erdőbe kerületvezető erdésznek. Ez egy nagyon szép hely volt akkor is, egy víz-villany nélküli erdészház, ahova én 73-ba követtem, akkor mentem hozzá feleségül, és 74-ben született meg a fiunk. Ő 74-ben már az erdei munkásainak megtartotta a március 15-ét. Ez a nagyapai, dédnagyapja harcolt a 48-as szabadságharcban, és a nagymama mesélt róla sokat, erről a 48-as történetről és a szabadságról. Az egész életét bevilágította ez a szabadság iránti vágy, tehát azért is lett erdész, mert hogy kint van a szabadban, és egyáltalán mint ember is a szabadságot követte, szerette volna, hogyha nincs kordában tartva, és ezt hirdette, tehát az egyszerű dolgozó embereinek tartotta meg a március 15-éket először, aztán jöttek a barátok, és később jött a város, a gyerekek, mindenki. A gyűjtemény az úgy kezdődött, hogy a tanyasi házakba bekéreckedett a padlásra, és odaadták ezek az egyszerű emberek, neki csak kérték, hogy Szujovszky úr ne mondja meg, hogy tőlünk van Kossuth relikvia, egyéb relikviák. Aztán később már, amikor a gyűjtők tudták, hogy ő 48-as dolgokat gyűjt, akkor már idehozták házhoz különböző értékes tárgyakat. Meg hát jó szeme volt rá, hogy 48-al kapcsolatos dolgokat megtaláljon piacokon is, és így kezdte el gyűjteni. Először hát 89-ig itt éltünk az erdészházban, és itt voltak a relikviák is. Úgy ágyaztunk meg, hogy először elraktuk a képeket, és utána be tudtunk ágyazni, és egyre gyűlt, és hát 89-től ugye szabaddá vált a március 15-e ünneplése. Onnantól kezdve már múzeumként kiköltöztünk ebből a múzeumból, és múzeumként szerepelt az öreg erdészház, ami 1905-ben épült. Közben a tanyavillamosítás kapcsán ide érkezett az áram is, tehát már egy kicsit kulturáltabban tudtunk élni. És innen nem messzire, egy 800 méterre építettünk egy nagyon szép családi házat. Tehát az első március 15-énk 1989-ben volt, amikor már a város is részt vett az ünnepségünkön. Nagy izgalommal voltunk, mert előtte tulajdonképpen tilosban történtek ezek a kis ünneplések itt az erdő mélyén.
Nagyon boldog volt a férjem, és nagy szervezés volt, hogy minél több résztvevő legyen, szereplő legyen, minél... Tehát itt voltak a lovasok, a huszárok, Vörös Marti Imre vezetésével. A csata jeleneteket ők adták elő, és onnantól kezdve szinte hívás nélkül 3000 ember jön el évente, amikor az időjárás is kegyes hozzánk. Boldog volt mindig, minden egyes alkalommal, amikor valamelyik tervét valóra tudta váltani, de emlékszem, nagyon-nagyon boldog volt, igen. Igen, mert hát tulajdonképpen az ő kis eredményét meg tudta mutatni, vagy tulajdonképpen ez ő általa jött létre, ez a helyszín, és az, hogy most augusztusban lesz 20 éve, hogy ő elment, azóta mi kefaggal karöltve folytatjuk az ő hagyományát, a március 15-éket. Nagyon-nagyon sok segítséget kapok a kefagtól, hozzájuk tartozik a terület, tehát az övéké az épület is. Nem tudtuk annak idején megvenni, mert hogy állami volt, meg bent volt az erdőben. Így 93-ban tettünk egy alapítványt, és az alapítvány működteti a múzeumot, a gyűjteményt, de így nagyon-nagyon jó, hogy a kefagtól ekkora segítséget kapunk mindenben, ha kell, felújításban, például egy március 15-e szervezésében, tehát nagyon-nagyon itt vannak mellettünk, mondhatom így, nem csak mellettem, hanem az uram hagyatéka mellett is, meg ő mellette is. Sikeres volt a munkájában is, 2000 hektár erdőt telepített a rövid kis életében, 55 éves korában, 99-ben meghalt. És ezért a gyűjteményért, mivel itt tartották Kecskemétről a történelem órákat a gyerekeknek, 6 nappal a halál előtt kitüntették a köztársasági ezüstkereszttel, amit még a saját lábán át tudott venni. Pont akkor jutott be a fia a profiligába, picikorától kezdve kapus nevelt belőle, még kicsi volt kiskapu, ahogy nőtt nagykapu, és aki idejött, mindenkinek focizni kellett. És a Ákosunk 25 évesen lett profiligás, a Szegednek lett az első számú kapusa. Itt még 6 meccsét meg tudott nézni a halál előtt, már akkor tudtuk sajnos, hogy nem sok van hátra. És így zárta ott a halál előtt pár nappal, mondta nekem, ő nem búcsúzott, ő nagyon-nagyon nem sajnáltatta magát, nem volt szabad tudni senkinek, hogy ő beteg. 8 évig volt beteg, 8 évet. Tudtunk segíteni a különböző kezelésekkel, de pár nappal a halál előtt mondta nekem, hogy most már nyugodtan megyek el, elismerték a munkámat, a gyerekem bejutott a profiligába, téged meg nem féltelek, Ági. Sajnálom, hogy el kell mennem. Nem beszélt erről a dologról, de olyan méltósággal is ment el, tehát egy ő hozzá illő módon távozott. Én magam is jöttem elég sokszor. Hát szinte minden március 15-én itt voltam, akkoriban az a városban úgy volt, hogy hát aki elment a hivatalos ünnepségre, az is utána jött ide ki, mert ez volt az igazi. Szóval érdekesebb, a rendszerváltozás eleinte nem sokat változtatott ez egy kicsit mindig megőrzött ez az itteni március 15-e abból a romantikából, ami még abból az időből eredt, amikor ez nem volt legális, vagy nem volt teljesen legális. Az alapítvány lényegében azért jött létre, hogy ezt a gyűjteményt, amit Laci barátom összehozott, azt megőrizze, egybetartsa, és a megmutatását, bemutatását, esetleges fejlesztését lehetővé tegye, hiszen maga az alapító akkor már érezte, hogy ő ezt egyedül nem fogja tudni csinálni, mert egyre többen érdeklődtek. Elsősorban érdekes módon nem Kecskemétről, hanem máshonnan, de sokan jöttek ide, iskolások is, idősebbek is. Egy időben, akkor még az erdei iskola nem is volt meg, csak ezért, hogy ezt megnézzék, játszanak egy kicsit ezen a területen, a gyerekek, a fölnőttek meg feltöltődjenek azzal az emlékhelyeknek a hatásával, ami itt érte őket, hiszen itt van külön egy olyan emlékhely, ami az Aradi 13-nak állít emléket. Van egy kis kápolna, ami ugye az egész gondolatnak a koronájaként ott a kis domb tetején van. Aztán ott mellette van egy hatalmas fa, az alatt nyugszik egyébként az alapító, Szulszki László. Ő azt kérte, hogy ő itt nyugodhasson az ő általa annyira imádott erdőbe. Itt van maga ez a ház,
melléképületeivel, aztán van még egy ilyen általános nagy emlékű, egy zászlótartóval. Tehát ez az egész terület, ez a Nyíri erdőnek ez a tisztása, ez ennek a szellemét őrzi. Én 68-ban kerültem az alapítvány elnöki székébe, mert akik addig csinálták, azoknak a munkájából a Laci nem volt megelégedve, és engem felkért arra, már régi ismeretségünkre való tekintettel is, hogy elvállalnám-e ezt. Hát én örömmel elvállaltam, és hála Istennek mind a mai napig ezt tudom csinálni, és azt gondolom, hogy ez már csak azért is nagyon fontos, mert ez egy élő dolog. Bár egy olyan embernek a munkásságához fűződik, aki már meghalt, de amit ő alkotott, amit ő ezzel el akart érni, hogy a 48-49-es szabadságharc az úgy éljen mindannyiunk emlékébe, ami a magyar nemzet dicsőséges napjaihoz kapcsolódik, amikor óriási túlerő ellenében is egy darabig meg tudtuk őrizni a nemzeti függetlenségünket. Az, hogy úgy végződött, ahogy végződött, arról hosszan tudnánk beszélni, de az lehet, hogy egy másik műsornak kellene, hogy legyen a témája, de az biztos, hogy ennek az emlékét ébren tartani az nagyon fontos dolog volt. Ezek a gondolatok, ezek az eszmék, ezek az ideák, ezek örök életűek. Tehát nem lehet arra számítani, és nem is szabad hagyni, hogy valaki úgy gondolja, hogy ezek már ilyen avitt dolgok, ezek már elmúltak, ezek már a, ha úgy tetszik, a történelem szemétdombjára valók, mert vannak ennél sokkal újabbak, szebbek, nagyobbak. Ennek mindig ott a helye a szívünkben. Itt egy paskievis kiáltvány látható, ami eredeti, és ezt is egy régiséggyűjtő, vagy régiségkereskedő hozta ide, és nagyon jól emlékszem rá, hogy nagyon szegények voltunk, és én nagyon ágáltam ellene, hogy ezt megvegye, de mint látjuk, mindenben győzött, itt van a Paskievics kiáltvány, mert mondta, hogy ezt most lehet megvenni, amit én szeretnék, azt később is, és nagyon igaza volt. A többi relikviával kapcsolatban is elmondható, hogy mindig közelharcot vívtunk, mert mindig anyagi problémáink voltak, de a 48-as relikvia az mindennél többet ért, de és ez a mondata, ez tényleg örökké cseng a fülembe, amikor mondta, hogy ezt most lehet csak megvenni. Ez is egy nagyon ritka példány, ami itt van. Egy bizonyítvány, ami arról szól, hogy a hóhér jól végezte a dolgát Damjanich kivégzésénél. Tehát tulajdonképpen egy dicséret a munkájáról, többen aláírva. Ezt a gyöngyös csillát, ez az első darabok közt volt, amit hazahozott a férjem. Ez 350 forintba került annak idején, ezt is tudom pontosan, egy éves volt a gyermekünk, ez 75-ben volt, és szintén 500 forintunk volt egész hónapra, de meggyőzött, hogy ezt a csillát meg kell venni. A folytatás ennek az, hogy amikor már jobb anyagi körülmények közt voltunk, és német vendégeink voltak, elég komoly nyugat-német márkát kínáltak érte, és az én férjem itt vacillált, hogy akkor hát tulajdonképpen nagyon megérné, hogyha odaadnánk, és akkor mondtam, hogy nem, ezt mi megéheztük, ez a csillár már itt marad. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen a kettőnké volt a szövetség, az övé volt a hithűség, az enyém, hogy engedélyeztem, meg finanszíroztam a hobbiát, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, ami itt van, és olyan szeretettel viszem az egészet tovább, hogy de biztos látszik is rajta. Itt minden úgy maradt meg, ahogy ő felszögelte, tehát azóta már meszeltettünk, festettünk, lefotóztam, és minden ugyanoda került vissza, hogy az ő kis kezével a vályogfalba fölpakolta a relikviáit nagy szeretettel. Ebben a szobában még van az eredeti gyászjelentése Kossuthnak, ami értékes. Kossuthnak a pénzügyminiszterségéből forintok vannak ott a fönti képen, és ami a legértékesebb ebben a házban, Kossuthnak a fiatalkori fotója, Amerikába készült róla. Ez ugyanaz, vagyis akkor készült, amikor most, amit bemutattak a parlamentben, és nagyon rövid ideig, mert féltették a fényektől. Na most ez 35 éve itt van ez a fotó a falonként nekünk. Tehát én úgy gondolom, az összes többi relikvia is
maga nemében nagyon-nagyon értékes, hogy ez a legértékesebb darabja a gyűjteménynek. Amikor meghalt 99-ben a férjem, akkor nagyon sok régiségkereskedő gondolta, hogy biztos az asszony eladja ezeket a dolgokat, megkerestek, és onnantól kezdve tudtam úgy körülbelül felbecsülni, hogy mi mennyit érhet, mert felkínálták. Tehát én, mikor ő meghalt, akkor megint nagyon nem jó anyagi helyzetben voltunk, mert nagyon-nagyon sokba került a betegsége. És van itt egy Bemapóról egy festmény, azért akkor 2 millió forintot ígértek 99-ben, amikor 1 millió forint volt a tartozásom, és mondtam, hogy nem, itt minden úgy marad, ahogy az uram itt hagyta. Itt a fegyvergyűjteményt láthatjuk, aminek a története 97 karácsonya. 97 karácsonyakor hazajött az én kedves 48-at gyűjtő párom, és kimondta, hogy meghalt a fegyvergyűjtő ember Félegyházán, és nagyon-nagyon, ha egybe veszük meg, akkor egy nagyon akciósan meg lehet vásárolni. Ez kerek 1 millió forintba került akkor, és nekem a korzámnak a törlesztésére ennyi volt eltéve, és én tudtam, hogy januárban megveszem magamnak az új korzát, és mint látjuk, nem korza lett belőle, meg lett véve a fegyvergyűjtemény. Amit már előzőleg is mondtam, hogy erre is azt mondta, hogy ezt most lehet csak megvenni, korzát bármikor vehetsz magadnak, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy meg tudod győzni, mert mindig meg tudod győzni. És itt van a fegyvergyűjtemény, és ezt a gyerekek nagyon nagy élvezettel nézik, itt azért hozzá is szabad egy picit érni, nagyon különleges ez így nekik. Vackorvár erdei iskolának a táborai minden héten cserélődnek, és hát nagyon-nagyon sok gyerek el tud jutni ide, és a 48-ról informálódni, aminek szintén nagyon örülök, hogy a férjem összegyűjtötte a múltunkat ide, és a jövőnek át tudjuk adni, és így tudom tovább vinni ezt a történetet. Egy pici relikvia mellett el tudtam mondani ugyan a 48-at olyan hitelesen, hogy ez utánozhatatlan, és nagyon sajnálom, hogy nincs róla egy felvétel, amin ő beszél, ő mondja, és el sem mozdultak mellőle attól az egy relikviától, tátott szájjal hallgatták a gyerekek is ugyanúgy, mert Kecskemétről nagyon sok történelem órát itt tartottak, jöttek ki a diákok, és érdekes, hogy azok a diákok már gyerekekkel jönnek, a saját gyerekeikkel vissza, hogy kiskorukban, és van egy emlékkönyvünk, amiben mindenki, tehát aki igényt tartott rá, beírta a nevét, és keresik visszamenőleg az aláírásukat. És ők is azt mondják, hogy egy csoda ide belépni, tehát hogy a gyerekkori szellemét idézi fel felnőttként, amikor ide bejön ebbe a múzeumba. Tehát jó érzés ezt hallani, és hogy ezt mind a Szijjavszky László erdész hozta létre. Nagyon büszkén mutatom, viselem a gondját a dolgoknak. Remélem még jó pár évig fogom tudni csinálni. Hogy mi lesz a Szijjavszky gyűjtemény jövőbeni sorsa, azt ma még nem tudhatjuk. Egy bizonyos, hogy azt a szellemiséget, amelyet a hely őriz, minden kecskeméti embernek meg kell tapasztalnia. És ilyenkor március 15-én szakítsunk is rá időt. Higgyék el, megéri. Tavaly december 6-án nyílt meg a Cifra Palotában a Katona József Múzeum Kecskemét 650 című kiállítása, amely városunk 6,5 évszázados történetét tárja az érdeklődők elé képekben, szövegekben, tárgyakban, a digitális technika felhasználásával. A tárlat választ keres arra, hogyan éltek, boldogultak és alakították egyéni és közös sorsukat a hajdan volt kecskemétiek. A kiállítás feldolgozza a város históriájának közismert eseményeit, a kevésbé ismert történeteket is, amelyek közül minden adásunk alkalmával bemutatunk két rövid históriát. Mai műsorunk keretében a város záportározóinak történetéről és a Nagykörösi utcán lezajlott régészeti feltárás keretében bemutatott törökkori kutak rejtélyeiről tudnak meg érdekességeket. Kecskemét város vízgyűjtője a Tisza, és a itt keletkező csapadékvizeket és a most már a tisztított szennyvizet is három csatorna viszi el a Tiszába. Az egyik a Csukásér, ami a szabadidőközpontnak is a elvezetője, a másik a Halpár-Nyálőrinci csatorna,
a harmadik pedig a félegyházi vízfolyás, ez mind Kecskemét és környékéről indul. És annak idején, amikor a város még területében is jóval kisebb volt, ezeken a csatornákon keresztül csapolták le azokat a szikes tavakat, pangóvizeket, amelyek a város életét megnehezítették. Ebből a legérdekesebb a Jenes téren lévő Dellő vagy Dellő tónak a lecsapolása, ami a névadójáról, Jenes mérnökről kapta a nevét. Akkor már Kecskemét város olyan nagyságú volt, ami a pangóvíz kellemetlenséget okozott a szúnyogok és a hát a keletkezett bűz hatására lecsapolták. Valójában ez volt Kecskemét város első csatornája, amivel ezt a Dellőt elnevezették. Az egy időben leeső nagy mennyiségű víz elvezetésére önmagában a csukásért nem elegendő, ezért a városban két helyen hoztak létre záportározót. Az egyik a felső záportározó, a jelenlegi szabadidőközpont 5 tava, majd a város alatt végighúzódó csukásér helyenként lefedve, helyenként nyílt csatornaként átjut a város túlsó felére, és a 5-ös főutat és a 44-es Békésebai utat összekötő út mellett egy alsó záportározó is épül. Szükség erre azért van, mert a nagy mennyiségű csapadék egy időben nem képes a csatorna a hálózat elvezetni, tehát áradásokkal kell számolni, de a két puffer, a két záportározó tó elegendő ahhoz, hogy ezeket a nagy mennyiségű csapadékokat elvezesse. Tehát gyakorlatilag itt vált valóban egy záportározó rendszeré az eredetileg talán nem is ennek épült tavak. A 2015 nyarán a mai belvárosban a Nagykőrösi utca 7-9 szám alatt végzett leletmentő feltárás során hordóval bélelt kutak is napvilágot láttak, melyek a 15-16. Század időszakára keltezhetőek. A hordóval bélelt kutak viszonylag ritkának számítanak a középkorban. Külön érdekesség, hogy az itt feltárt hordók faanyaga Erdély területéről származik. A Cifrapalotában áll az a 3D rekonstrukció, amely a soha fel nem épült Rákóczi víztornyot ábrázolja, immár nem csak terv formájában. A makett alapján most szakértő segítségével mutatjuk be önöknek, hogyan is nézhetett volna ki ez a szenzációs építészeti alkotás. A lélekszámban gyorsan gyarapodó, iparosodásnak indult Kecskeméten, a vízellátás rendezése elemi szükségletként merült föl a 19-20. Század fordulóján. 1911-ben meg is születtek a városi vízmű kiviteli tervei, amely viszont soha nem épülhetett fel. Most a jeles épület történetének jártunk utána. A Cifrapalota földszintjén vagyunk. Kecskemét mezővárosi említésének 650 éves évfordulójára rendezett kiállításon, ahol az úgynevezett épületek termében három épületmakett is látható. Ezek a makettek úgynevezett 3D-s nyomtatóval készültek. Mellettem az egyik legkülönlegesebb épületünk, pontosabban meg nem valósult épületünk látható. A makett esetében 73 cm magasságban az egykori Lechner által tervezett víztorony, ugye Lechner Ödön két változatban is megtervezte ezt a bizonyos víztornyot, amely több mint 50 méter magas lett volna eredetileg, és a 3D-s nyomtató segítségével, igaz, külső színes egykori kerámia borítását fel nem idézve, de legalább a forma világát betudtuk átélhetőbb módon mutatni az úgynevezett második változatnak, amely 1912-ben készült, és tulajdonképpen hozzá kell képzelnünk egy olyan környezetet is, amelyet a 3D-s makett alatt található fiókok segítségével magunk hozzá is tudunk tenni, hiszen Lechner Ödör annak idején az első változatot
egy látványos akvarell, látvány homlokzati festménybe, rajzba meg is örökítette. Tehát kihúzzuk ezeket a fiókokat, és közülük is a legfelsőt, akkor itt egymás közelébe látható az első és a második terv. A első terv az a Lechner saját kezű akvarell látképe, amelyen azt is láthatjuk, hogy ez egykor a Rákóczi út elejére gondolták ezt a nagy momentumot, azaz amikor bejön a látogató Kecskemétre az indóházba, a város fő pályaudvarára, akkor a parkon keresztül elérkezik ugye arra pontra, ahol az újonnan megnyitott, ugye akkor tájt a század előn újonnan megnyitott Rákóczi út kezdődik. Itt ebbe a metszés pontba gondolták felépíteni ezt a látványos tornyot, amelynek az újdonsága ugye abban lett volna, hogy nem egy tagolatlan nagy kőtömb lett volna, ahogy a legtöbb víztorony akkor tájt, hanem egy nagyon fantáziadús kialakítása, a korabeli szecessziónak megfelelő díszítettségű emlék, amelynek a legfőbb motívuma, vagy a leginkább messzéről látható motívuma az egykori úgynevezett bugya kupolája lett volna. Ez a bogja vagy bugya kupola, ez a második terven is meg lett hagyva. Mind a két verzión a Zsolnai gyárnak a aranyozott eozinmázas borítását helyezték volna el. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy amikor reggel hajnalban ugye az első napsugarak megvilágították volna ugye itt 50 méter magasság környékén ugye ezt a bizonyos kupolát, akkor tulajdonképpen olyan lett volna, mint az olimpiai lángot ugye felgyújtják, tulajdonképpen egy felragyogott volna a nappal fényében ez a gyönyörű csillogó kupola. És hát ugye mi a hasonlóság a korábbi kecskemét épületekhez viszonyítva, hogy az, hogy Kecskemét hírössége például építészetileg, városképileg ebben rejlett, hogy rengeteg földszintes ház volt, de mellette ott voltak ezek a magas templomtornyok, amelyek most kiegészült volna egy, még egy magas, de még látványosabban, még messzebbről látható jelképes épülettel, momentumban. Akkor itt látható egy olyan rajz, amelyet ma a Petőfi Irodalmi Múzeumban őriznek, és ezen a rajzon láthatunk egy dátumot, Kecskemét, 1910. október 9. A képen, ebben az érdekes, sajátos fejfedőben maga az öreg Lechnerödön ül, akit a kortársabb Papszi bácsinak hívtak, és mellette szintén jellegzetes profiljában ugye kadajelek látható. A rajzot Herman Lipót készítette, a Kecskeméti Művésztelep egyik oszlopos tagja, aki később is a magyar művészeti élet és a Kecskeméti Művésztelepnek is azon belül a krónikása volt. Megnézzük a tervrajzokat, például a második tervrajznak a aláírását, akkor ott látszik, és így van írva, hogy Rákóczi emlék és víztorony terve Kecskeméten. Tehát, hogy egybe kapcsolódott ez a két dolog. 1909-ben volt is egy Rákóczi emlék pályázat. Ennek tudjuk, hogy az első díját Holló Barnabás és Györgyi Géza terve nyerte meg, azonban ezt tulajdonképpen hamar elfelejtették, és ehelyett az első és a második változatra is Lechner nyújtott megoldást. Különböző adatok ismert egy 7 méteres magasság adat, illetve egy 8,5 méteres magassági adat. A lényeg az, hogy a talapzat és a lovasszobor magassága az körülbelül azonos lett volna, és hát van eltérés ugye a két változat között. Itt a cifrapalotában a 3D-s makett előtt ugye a második verziónak egy variáció szerepel. Ugye megnézzük, a cifrapalotában őriznek egy nagyméretű Lechner keze által készített cebza rajzot, aminek itt a egyik fiókban elhelyeztük ugye a reprodukcióját, és itt látszódik, hogy a második változatnál már részletesebben
megrajzolta ugye ezt a tervet, méghozzá úgy, hogy van egy a homlokzathoz kapcsolt olyan terv, mint ami az alapnézetet mutatja, és van egy olyan, amelyet lehet látni, hogy kibontja, és itt már több alak is szerepel, több mellékalak is szerepel ennél a verziónál. Itt korabeli szövegekből tudjuk, hogy valószínűleg a Rákóczi fontosabb legendás kísérőit, tehát Bercsényit, Bezerédit, Vagbottyánt próbálták megjeleníteni egy magas reliefes formában, tehát nem teljesen önálló szoborként jelentek volna meg. Ami még újdonság lett volna, hogy az első hagyományosabb bronz kiképzéséhez képest a második terven már tulajdonképpen betonszoborról lett volna szó, amelyet épületkerámia lapokkal Zsolnay gyár díszes lapjaival vonták volna be, tehát tulajdonképpen az a fémmázas csillogó szobor megjelenés lett volna, ami abszolút újdonság lett volna, tehát nem egy hagyományos, mondjuk itt a költségek csökkentése is szerepelt, bár hozzá kell tenni, hogy a Zsolnay kerámia alkalmazása az komoly összegeket emésztett föl, ahogy az egész víztorony építése, és hát ugye nem lövöm el a poént, hogy tudjuk, hogy nem csak a világháború kadalhalál okozta azt, hogy végülis a víz torony nem épült föl annak idején, hanem bizony az óriási összegek is. Ugye ennek kapcsán itt a középső fiókban, a makett alatt az 1914-es kecskeméti lapok számaiból láthatunk néhány oldalt, köztük a nyugat folyóirattól átvett Lechner-féle rajznak a publikálását is másodlagosan meg tudták oldani a nyugat engedélyével ugye a kecskeméti lapok, és tulajdonképpen itt a második változatot látjuk, és hát itt Lechner halála után, ugye júniusban meghal Lechner 14-ben, ugye kétségek támadtak, hogy akkor mi lesz a víztoronya, de tudjuk az alpolgármestertől, ugye Sándor Istvántól, hogy ők már megegyeztek Lechnerrel, hogy van egy akkor éppen vele dolgozó társa, Vágó József lesz az, aki ha esetleg meghal közben, vagy ő már nem képes lebonyolítani az építkezést, akkor ő vezetésével, mi vezetésével megvalósult volna, vagy kisebb áttervezésekkel megvalósult volna ez a víztorony. Azonban ugye jött az első világháború is, és hát az óriási pénztelenség. Ugye gondoljuk végig, hogy a földrengés ezt a momentumot is befolyásolta, hiszen az első terv ugye 11 májusában készült el, és a 11 májusi tervhez képest hamarosan jött ugye a földrengés július 8-án, és ekkor az összes épület kapcsán felmerült ugye az átalakítás igénye. Tehát ha megnézzük, hogy mi a lényegi változás mondjuk az első verzió és a második között, akkor talán első pillantás rögtön látszik a legfelső fiókban, hogy míg az első változat az tulajdonképpen egy pilléres szerkezetű, téglapilléres szerkezetű torony lett volna, ugye itt látható a 8 pillér, tulajdonképpen külsődlegesen faltömegek jelentek volna meg gazdag kerámia díszítéssel. Ez képest a második változatnál ugye lehet látni, hogy jobban hangsúlyozódik a szerkezet, hiszen a vasbeton, a vas szerkezetek alkalmazása, ugye tudjuk, a kupolát is vas szerkezet egészítette volna ki. Ugye tudnék, hogy a kupola az egyébként 15 méteres átmérőjű lett volna, és 1000 köbméter vizet tudott volna tárolni az akkori legmodernebb jelzőrendszere együtt, amelyet ugye meg kellett tartani, tehát nagyon komoly feladat volt, és nyilván egy ilyen 50-valány méter magasságú épület esetében, amely ugye, hát gondoljunk itt a felhőkarcolókra, már nagyon komolyan reagál ugye a föld mozgásaira, vagy ugye a szélre. Tehát itt az egyensúly kialakítása, főleg egy kecskeméten, viszonylag magasan van a talajvíz és laza szerkezetű talaj van itt a belvárosban, hát ez egy elég komoly feladat volt. Emiatt egyébként mindkét változaton nagyon komoly alapozása volt, és úgy volt kialakítva, mint vagy kollégámtól itt hallottam reggel, igaza is volt, hogy valószínűleg egy mai értelemben egy körút, pontosabban egy körforgalmas rendszert lehetett volna körötte kialakítani, és annak idején így is tervezték meg. Az impozáns épület tehát beteljesületlen álom maradt az utókor számára.
Városunk jelmondata, a sem magasság, sem mélység nem rettent alapján azonban, méltán bízhatunk abban, hogy egy napon még teljes valójában magunk előtt láthatjuk ezt a szenzációs monumentumot. Kedves nézőink, ennyi fért a Híros Históriák mai adásába. Nyomtatott magazinunkkal legközelebb április közepén jelentkezünk, úgy, ahogy itt a képernyőn is legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak a Híros Históriákkal. Tartsanak akkor is velünk, köszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra!